Harmadik rájátszás mérkőzésén is kikapott az Etos Ese férfi kézilabda csapata szerda este a Pler otthonában. A bentmaradásért küzdő zöldfehérek nagyon rosszul kezdték a találkozót. A mérkőzés képéből úgy tűnt, hogy a Sipsa után halászék még az öltözőben csücsülnek, a budapestiek pedig ezt kihasználva el is húztak a győriektől. A rostamester fiainak negyed óra kellett, hogy felébredjenek, és ledolgozzák a hátrányukat. 6-6-nál sikerült az egalizálás. Ezután többször is elhúztak két góllal a hazaiak, az etosok pedig mindig az egyenlítésért futottak. A szünetre két gólos volt a hazai for. A második félidő szoros küzdelmet hozott. Felváltva vezettek a csapatok, ám a bűvös két gólnál többre nem sikerült egyik félnek sem elhúznia. A hajrát is döntetlennel kezdték az együttesek, sőt, még az utolsó percben is 26-26 volt az állás. A Pler azonban még egyszer betalált, a zöldfehérek pedig már nem tudtak egyenlíteni, így 27-26-os vereséget szenvedtek idegenben. Most volt az a játék, az a lendület, az a akarat, az a tűz, ami alapnak kéne lenni, ami már ezelőtt 10-20 mérkőzéssel meg kellett volna, hogy legyen, és akkor többször átéljük azt a végjátékot, azokat a szituációkat, amivel most találkoztunk ezen a tegnapi mérkőzésen. Tényleg ott voltunk az X közelébe, a végén volt egy ilyen csacska-macska befejezés, ami nem jött össze, egy kínai. Az Etos Ese következő mérkőzéséig majdnem két hetet kell várni. Április 23-án a Ceglédet fogadják halászik az egyetemi csarnokban. Keressük az okát, keressük. Egyszerűen nem úgy jönnek össze, mint hogyha egy PEC szériában lennénk. Nem. Rengeteg a technikaiba volt, most nem volt olyan sok, de az előző meccseken rengeteg technikaiba vétettünk, és sajnos ez megbosszulta magát. Ezt az ajándékba kapott szünetet azonban jól ki kell használniuk rostamester fiainak, hiszen elég reménytelen helyzetbe kerültek a bentmaradást illetően. Voltak éppen már csak abban reménykedhetnek, hogy a két klasszis csapat, a Veszprém és a Szeged, a bajnokság helyett a SZEHA ligában indul, ezáltal pedig nem lesz kieső az NB1-ben. Ez azonban egyelőre ingoványos alapokon áll, azaz minden kérdéses.